A béke követei vagyunk mindketten, ezt mondta Novák Katalin, miután találkozott Jair Bolsonaro brazil elnökkel. Az orosz-ukrán háború mellett a családok támogatása volt a megbeszélés másik fontos témája. A brazil fővárosból São Paulo-ba utazott Novák Katalin, ahol a helyi magyarokkal is találkozik. Novák Katalin magyar idő szerint vasárnap este érkezett Brazília városba, elsősorban azzal a céllal, hogy a családok védelméről és a gazdasági kapcsolatok megerősítéséről tárgyaljon. A köztársasági elnököt másnap az elnöki palotában fogadta Jair Bolsonaro brazil elnök. A találkozón egyebek mellett szó volt arról, hogy világszerte csökken a gyermekvállalási kedv, Brazíliában is ilyen tendencia indult el. Novák Katalin ennek kapcsán arról beszélt, éppen ezért örömteli, hogy a brazil elnök a középpontba helyezte a családok támogatását, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy a hagyományos családok minél több segítséget kapjanak. Én egy konzervatív, nagycsaládos női elnök vagyok. Nem is kívánhatnék mást, mint hogy minél több olyan vezető legyen a világon, aki számára fontos a családoknak az ügye és a keresztény értékeknek a védelme. Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben, Brazíliában is, hiszen ebben a nehéz időszakban az eddigieknél is nagyobb szükségünk van a stabilitásra, kiszámíthatóságra és a pragmatikus, az értékeket középpontba helyező, erőskezű vezetőkre. A két elnök tárgyalt az orosz-ukrán háborúról is. Ennek kapcsán a magyar államfő közösségi oldalán azt írta, Bolsonaro brazil elnökkel mindketten a béke követei, és egyetértenek abban, hogy mielőbbi békekötésre van szükség a harcoló felek között, amelyhez Brazília és Magyarország is felajánlja a közvetítői szerepet. Novák Katalin ezután São Paulo-ba utazott, ahol meglátogatja a helyi magyar közösséget. Novák Katalin délután a Magyarok házába látogat el, ahol Hegyi Ferenccel találkozik, és őt ki is tünteti, ugyanis Hegyi Ferenc az elmúlt években jelentős szerepet töltött be a helyi magyar közösség összetartásában, valamint a magyar kultúra és hagyományok megőrzésében. Ennek eredménye az, hogy továbbra is élnek a magyar népdalok, a népmesék és a néptáncok is Brazíliában, valamint a magyar nyelv is jelentős szerepet tölt be a magyar származású emberek életében. A köztársasági elnök kiemelte, a két ország közötti együttműködés az oktatás, a gazdaság és a tudomány területén is rendkívül fontos, ezért tudatos döntés volt részéről, hogy az első Európán kívüli útja Brazíliába vezetett. Novák Katalin államfőként nem először utazott külföldre. Májusi beiktatása óta Lengyelországban, Csehországban, Németországban és Lettországban is járt már. Az államfő egy autonóm személyiség. Az Alapjogokért Központ elemzője az M1-nek arról beszélt, hogy a mindenkori államfő nem része feltétlenül a napi politikai vitáknak, ezért is alkalmas arra, hogy látogatásaival szorosabbra fűzze az országok közötti viszonyt, és elmélyítse a személyes kapcsolatokat. Arra is nagyon jó az, hogy van egy olyan köztársasági elnöke Magyarországnak, aki aktív, érti a nemzetközi politikát, illetve olyan témákban is tud megszólalni, amik túlmutatnak a napi politikai csatározásokon, ilyen például egyébként a családpolitika, amely egyfajta más képet is meg tud mutatni Magyarországról. Az elemző hozzátette, a köztársasági elnök személye a nemzetegységét is kifejezi, ezért a látogatások szimbolikus része, amikor a helyi közösséggel találkozik. Novák Katalin korábban többször is hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja az összmagyarság képviseletét. Úgy fogalmazott, nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túlél. A magyar az magyar, és pont.